Köszöntöm a Cikkádor magazin nézőit! Aranyminősítést kapott a 13 éves bátaszéki fiú Zörényi Dávid az augusztus 29-én Szekszárdon megrendezett dél-dunántúli hagyományőrző szólótánc versenyen. Egészen kicsi kora óta része az életének a néptánc, és úgy tervezi, ez így is marad. Zörényi Dávid a bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület tagja és táncosa. Augusztus 29-én aranyminősítést kapott a dél-dunántúli hagyományőrző szólótánc versenyen. Kicsi kora óta, totyogó kora óta az Egyesület életében részt vesz. Először szüleit kísérte táncpróbára, aztán ő is beállt táncolni, és így évről évre ügyesedett a gyermek, és most már olyan szintre jutott a tudásában, hogy versenyekre küldjük. Persze nagy része van a sikerben a felkészítőinek, biztos említette ő is, hogy Tóth Márton és Péter Péter, akik foglalkoznak vele, pluszban, tehát a táncpróbákon túl ugye ez plusz felkészülést igényel. Sokadik megmérettetése volt ez már a 13 éves fiúnak, mégis rengeteg plusz próbát vállalt annak érdekében, hogy kihozza magából a maximumot. Mindenhol remek eredményt ért el, tényleg nagyon büszkék vagyunk, egy emberként szurkoltunk neki, és hát tudjuk azt, hogy mennyi energiát fektet a dologba, mennyi plusz próbát, munkát bevállal azért, hogy ő eredményeket elérhessen, és azt gondolom, hogy ez a kortársainak mindenképp példaértékű lehet, de én azt gondolom, hogy sok felnőttnek is. Tehát, hogyha valaki valamit kitűz célul, és tesz érte, akkor ilyen szép eredményeket lehet elérni. Én itt kezdtem bátaszéken, és itt is táncolok, és én ezt így örököltem. Szóval a szüleim táncoltak, és ez így belecsöppentem ebbe. Erre a versenyre még februárban kezdtünk el készülni, és a járvány miatt ez a felkészülés abban maradt, és most augusztus közepe fele kezdtünk el komolyabban foglalkozni a tanárommal. Most ebben az esetben hetente párszor feljártunk Pécsre próbára, és minden nap gyakorlás. Egy minimális bemelegítés az kellett, és utána inkább a lépésekre mentünk rá, hogy össze tudjak állítani egy koreográfiát. Vagyis hát nem is egy koreográfiát, hanem egy improvizációt. Tavaly ugyanúgy Szekszárdon egy dél-dunántúli regionális szólótáncverseny, idén márciusban egy Baranya megyei szólótáncverseny, illetve ez. A tavalyi Szekszárdin ott egy kiemelt aranya minősítést, a Baranya megyein a Baranya megye kiváló táncosa címet kaptam, és most pedig egy arany minősítést. Célom a Nemzeti Tánc Együttes, és jó lenne, hogyha azzal tudnék foglalkozni. Dávid már 2 éves korában is táncolt a felnőtt tánccsoporta, és az a helyzet, hogy olyankor mindig vitte a műsort. Tehát a Dávid kijött, nyomott egy sallai verbunkat, és akkor mindenki el volt ájúva. És akkor egy kicsit ezt úgy visszavettük, mert hogy hát azért a felnőtteket is nézze meg valaki, ne csak a Dávidot. Tehát a Dávid az igazából jelen van a felnőtt csoport életében is, ugye egész kicsiként is, mert cuki volt, és tényleg mert tudott. Most meg, hogy nagyobb, most már vannak közös koreográfiáink is, és ott is természetesen a Dávidnak meghatározó szerepei vannak, szólótáncai, tehát a felnőtt csoporttal már dolgozik a Dávid, és reméljük, hogy fog is még sokáig. Kettős érzésem van a Dáviddal kapcsolatban, ugye az ember azt kívánja, hogy jusson feljebb a ranglétrán, kerüljön nívósabb, profibb tánccsoportokba. Ugyanakkor szeretnénk megtartani ugye magunknak, mert hogy egyrészt fiúból mindig hiány van, másrészt a remek táncos fiúból még több. Úgyhogy nem szeretnénk, ha elhagyna minket, de ugyanakkor büszkeséggel töltene el minket, hogyha esetleg tényleg egy komoly
akár profi táncosként is megállná a helyét ugye a későbbiekben, mert tudjuk, hogy tőlünk indult el. Bátaszéken szigorú szabályok mentén tartották meg az idei évnyitót a II. Géza gimnázium udvarán. Több szabályt is bevezettek az intézményben. Bátaszéken szigorú szabályok mentén tartották meg az idei évnyitót az intézmény udvarán. Itt a beszédeken a himnusz és szózat meghallgatásán túl az iskola vezetősége ismertette a fő változásokat is. Az osztályok, ha lehet, ne keveredjenek egymással. Szünetekben, ameddig jó idő van, mindenkinek kötelező, és még egyszer mondom, kötelező kijönni az udvarra, hogy az osztályokat fertőtleníteni és szellőztetni lehessen. Az intézményben úgy döntöttek, hogy két bejáratot nyitnak meg a diákoknak. A kapuknál készfertőtlenítő várja a tanulókat, és a korábbiaktól eltérően nem lehet napközben elhagyni az iskolát. A közösségi terekben, folyosókon kötelező lesz a maszk használat. A büfében, étkezésnél ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a boltokban. Kimenni az iskolából napközben, kimenni, bemenni nem lehet, csak tanári felügyelettel. Tehát azért szigorodnak a feltételek. Nyilván egy középiskolásnak lehet, hogy ez egy picit nehéz lesz az elején, de meg kell szokni. Megváltoznak a tantermi körülmények is, hiszen az udvarra ahhoz, hogy fertőtleníteni és megfelelő módon szellőztetni tudjunk a gyerekeknek, ki kell jönni. Napközben, órák alatt is a közösségi tereket folyamatosan fertőtleníteni fogjuk, tehát megvan a feladat. Ahhoz természetesen, hogy eredménnyel tudjuk fölvenni ezt a reménytelen küzdelmet, mert ugye nem tudhatjuk persze, hogy ki és honnan esetleg honnan hozhatja, hiszen hordozhatják a gyerekek is a koronavírust. A diákok azt mondták, tudomásul vették az új szabályokat, de egyes regulákat még meg kell szokniuk. Nem szabad kimenni a suliból, hogyha mondjuk már bejöttünk. Mondjuk számomra ez engem annyira nem érint, mert én nem járok ki, de mondjuk többségnek, az osztálynak elég rossz érzés, hogy nem mehetnek mondjuk haza, mert páran itt laknak mellette a suli mellett. A diákok többsége örült annak, hogy hagyományos módon indult el az oktatás, és többen nem szeretnék, ha áttérnének a digitális oktatásra. Már nagyon vártam, mert nem szerettem volna, ha a végzős évünknek ez az egész vírusos dolog berak, úgyhogy én már örülök neki, hogy itt vagyunk. Találkoztatok ez idő alatt a többiekkel? Pár osztálytársammal igen, találkoztam, tartottuk a kapcsolatot, személyesen is, meg messengeren is, úgyhogy igen. És a tanulást vártad-e? Őszintén szóval én szeretek tanulni, úgyhogy vártam az egészet. Nagyon félek attól, hogy így nagyon nehézkes lesz leérettségizni, mert azért nálunk még mindig ugyanúgy itt van az 5 tantárgy, az előrehozott érettségik is, a nyelvvizsga, úgyhogy eléggé félek tőle, hogy mi lesz, hogyha visszatér az online oktatás. A bátaszéki gimnázium igazgatója közlése szerint a járványügyi intézkedések mellett is magas színvonalú oktatást szeretnének biztosítani a diákoknak, és a digitális oktatás bevezetését sem fogadják majd felkészületlenül. Előző évnek a tapasztalatait értékeltük a tanévzáró értekezleten, és abban maradtunk, hogy két szempont. Tehát az egyik az volt, hogy nagyon fontos, amit itt az évnyitó beszédben is kiemeltem, hogy itt most nincs elfecsérlendő idő, egyetlen óra, perc sem, tehát nagyon keményen kell a tananyaggal elindulni, mert nem lehet tudni, mikor kell áttérni az online-ra. A másik az pedig az volt a másik tapasztalatunk, hogy
nem szabad nagyon sok elektronikus platformot alkalmazni. Tehát a hivatalos Kréta felület mellett mi most föltelepítettünk az összes tanári laptopunkra egy olyan szoftvert, amelyet a gyerekeknek is meg fogunk az első héten tanítani, és ezzel a két elektronikus platformmal fogunk elindulni. Tehát az egyik arra lesz jó, hogy a házi feladatot rögzítsük, kiadjuk, vissza tudjanak a gyerekek küldeni, üzenni, a másik pedig a vizuális kommunikációnak a csatornája lesz. Tehát, hogyha online órát akarunk mondjuk tartani és bekapcsolni a gyerekeket, akkor ebbe ez a program, ez nagyon jónak ígérkezik. Akkor felkészültek a következő hullámra, mondhatjuk ezt? Hát én azt gondolom, hogy amit lehetett emberileg, azt most megtettük. Egy fertőtlenített környezet várja most itt a gyerekeket. Igyekszünk betartatni minden védő szabályt, és hát meglátjuk, hogy mit fog hozni az élet majd. Az északi sarktól a sivatagig a nagyvilág minden táját bejárhatták a bátaszékiek a hétvégén. Agdimax Bábszínház hívta kalandos utazásra a közönséget a bátaszéki nyárvégi esték családi programján. A föld körüli kalandozás mellett volt játék, éneklés, alkotás, ugrálás és még palacsintázás is. A családok legnagyobb örömére folytatódott a hétvégén a bátaszéki nyárvégi esték programsorozata. Babamama klub, kézműves foglalkozás, ugrálóvár és palacsinta parti várta a kisgyermekeseket a Petőfi Sándor művelődési házban. Néhány héttel ezelőtt kezdődött a zsibvásárral, aztán kimentünk a Bézikheim játszótérre, ahol a Pántlika zenekar volt a vendégünk. A múlt hét is eléggé mozgalmasra sikeredett, akkor a Medinai Tambura zenekar zenélt a piac téren, illetve egy egészen egyedülálló és fantasztikus hangulatú tűzzsonglőr produkcióval zártuk akkor az estét, és akkor elhatároztuk, hogy a következő hétvégén, azaz a main, leginkább a gyerkőcöknek szeretnénk és a családoknak kedvezni. Most a helyszín a Petőfi Sándor művelődési ház, hátul ingyenes ugrálóvárral, elől az udvar elejében most éppenséggel palacsinta és waffelpartival, azon kívül pedig kézműves foglalkozással és játékokkal várjuk a gyerkőcöket, és pár percen belül kezdődik a színháztermünkben a Grimask Bábszínház interaktív gyermekműsora. Berendeztük kicsit szellősebben a termet egyébként az elvárásoknak és az eljárásnak megfelelően, és bízunk abban, hogy ez is jó hangulatú lesz, mint ahogy az előző hétvégék is. A visszajelzés az nagyon jó, az igazság, hogy azért a hátunk mögött van egy olyan cirka 6 hónap, amikor nem nagyon lehetett vagy tudtak kimozdulni senki, se a fiatalok, se az idősek, se az egyedülállók, se a családosok, és ezek a találkozási lehetőségek azt gondolom, hogy kellettek már nagyon az embereknek, ezért nagyon pozitív a visszajelzés. Általában nem csak Bátaszékről, de környező városokból, falvakból is érkeznek a népszerű programokra. Nyilván meghirdetjük a webes felületeinken, kihasználjuk a lehetőségeket, és természetesen nem zárkózunk el. Érdekes volt számunkra az is, hogy múlt héten például jöttek Bajáról, Szekszárdról, Sárpirisről jött át például több család, hogy a fafaragást kipróbálják Törő Gyuri bácsival, vagy Kovács Gábor muzsikus barátunkkal, különböző háztartási hulladékokból készítsenek zeneszerszámokat. Ez érdekes. Nyilvánvalóan nem is szeretnénk bezárni magunkat ebbe a városba, vagy a programok tekintetében sem, de azért leginkább nyilván a bátaszékiek jönnek el, de bennünket egyáltalán nem zavar, sőt, hogyha máshonnan jönnek, vagy érkeznek hozzánk. A Grimask Bábszínház pedig Pécs mellől érkezett. Komor László szinte minden évben ellátogat a településre, hogy elhozzon egy előadást, megmozgassa és megnevettesse a gyerekeket. A produkcióknak kicsik és nagyok körében egyaránt nagy sikerük van. Egyrészt a felnőttnek még vannak emlékei, és a felnőtt ugye azért még szeretne titkon gyerek lenni, és szeretne még titkon játszani, és ezért nagyon boldogan elviszi a gyereket Bábszínházba. Ott, ahol ugye ő már érti a mögöttes tartalmakat is, a gyerekek meg rácsodálkoznak erre a csodálatos világra, amit nem lehet átkapcsolni. Nem lehet egy másik csatornára váltani, nem lehet megállítani, nem lehet tovább pörgetni, hanem ez élőbe zajlik. És ez az élő színháznak a varázsa, ami szerintem minden gyerek számára borzasztóan szükséges lenne, hiszen így lesznek majd ők olyan felnőttek, akik majd szintén el fogják vinni a saját kis csemetéjüket
a bábszínházba. Hát a gyerekek egyrészt ugye nagyon szeretik magát a figurákat, magát, és ugyanakkor nagyon szeretik azokat a mozgalmas jeleneteket. Tehát én most már hosszú évek tapasztalatával tudom, hogy tehát egy olyan előadást, ami mit tudom én, akár a 90-es években csodálatosan lement, azt már a mai gyerekek ebbe a felgyorsult világba nem tudják kivárni. Nem tudják kivárni, és tényleg akkor nekik kellenek. És például ők nagyon szeretik ezeket a ilyen apró kis klipekből idézőjelben összeállított zenés show műsorokat, ahol igazándiból ugye nem 50 percet kell feszülten figyelni arra, hogy megtudjuk, hogy na most akkor a farkas megette a nagymamát, vagy nem ette meg, hanem itt apró kis történetecskék vannak, vidámak, szórakoztatóak, és hogyha ők ebben részt is vehetnek, na hát akkor az számukra egy csodavilág. Bátaszékra mindig boldogan jövök, mert itt olyan kis közönség van, akik veszik az én poénjaimat, az én látásmódomat szeretik, és ezáltal ők is jól szórakoztak, meg én is. Ja nem én, a brenyuszkák szépek ott. Mondom, hogy nem én. A békák szépek... Mit akar ez tőlem? Remélem nem tévesztett össze valakivel. Jaj, hova kerültünk? Csak nem egy béka diszkó, holy sekélyes szórakozás. Tánci van, brenyuszkáig. Vigyázz! Nagyon jó! Tök jó a frizurát. Jaj, miért szólok neki? Ez az? Hogyha szeretnél engem, hogy mi van? Volna valami, szólj! Megyek én egy kívánnám, támad a A következő hétvégén is folytatódnak a programok Bátaszéken, szombaton például pörkölt főzésre várják a lakosokat, de őszi gyereknapot is tartanak majd. A hétvégén kerül sor Bátaszék városra nyilvánításának 25 éves évfordulójának ünnepségére. Ez az alkalom, amikor a város díjazza azokat, akik sokat tettek Bátaszék felvirágoztatása érdekében. Az elmúlt esztendőben többek között Adorjáni Márta vehetett át Pro Urbe díjat, aki negyed évszázadot dolgozott a városért. Nincs olyan utcaház vagy fejlesztés, amely valamilyen módon ne viselni a kezenyomát. Azt mondja, két hazája van, az egyik Erdély, ahol született, a másik Bátaszék. A díjátadó után beszélgettünk vele. Adorjáni Márta 1989. januárjában települt át Magyarországra Csíkszeredából. Nem sokkal később Bátaszéken kapott állást a polgármesteri hivatalban. 26 esztendőn keresztül szolgálta a város ügyeit. Bátaszék nekem az első és egyetlen munkahelyem itt Magyarországon, ahol 26 évet dolgoztam egyfolytában, egész a nyugdíjba vonulásomig. Akkor Bátaszék ugye egy nagy község volt, és tulajdonképpen a építésszemmel nézve inkább a községi arculatát mutatta, mint sem a városias arculatát, hisz ugye a főutcán két oldalt mély vízelvezető árkok, az autóbusz a templom előtt forgolódott, hát az utcáknak körülbelül egyharmadának volt szilárd burkolata, szennyvíz körülbelül az is olyan egyharmadában az utcáknak volt. Tehát nagyon-nagyon sok minden volt, ami fejlesztésre, szépítésre, átépítésre szorult. Bekerültem az építési és városüzemeltetési irodában, azonnak tulajdonképpen egyrészt hatósági jogköre volt, ugye építéshatóságként is működött, építési engedélyeket adott ki 6-5 településre kiterjedően, másrészt pedig a település fejlesztéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok végzésébe is részt vállalt. Tehát természetszerűen nem egyedül voltam, mert egy kis kollektíva és közösen csináltuk eleinte, többnyire az engedélyezési részsel foglalkoztam, az előző munkámból adódóan is közelebb állt hozzám,
Tehát úgy lassan rákényszerült az ember, hogy mindennel foglalkozzon. Hát tulajdonképpen az, amit a városüzemeltetés, városfejlesztés témakörben csináltam, az is egyfajta tervezés volt, kapcsolódott ahhoz a munkához. Természetszerűen jöttünk ötletekkel is, és az ember, ha ott él, hallja az embereknek is az ilyen-olyan panaszait, hogy ez nincs, az nincs, ezt kéne megcsinálni, azt kéne megcsinálni. Hát minden évben, mikor készültek a következő évre a költségvetések, akkor az irodánk elő kellett készítsen egy anyagot, amivel hogy mit javasol, hogy készüljön, tehát útépítésbe, járdaépítésbe, épületek felújításába, azokat ugye beárazva, és abból aztán született a döntés, hogy mi az, ami belefér a költségvetésbe, mi az, ami nem, és jöttek a pályázatok is sorba, amit az önkormányzat megpályáztatott, és ennek alapján is rengeteg fejlesztés valósulhatott meg. 1993 és 94-ben készült az a pályázati anyag, melynek eredményeként Bátaszék elnyerhette a városi címet. Ennek előkészítésében Adorjáni Márta jelentős szerepet vállalt. Abba elég sok munkát fektettem, és jelentős mértékben részt vettem annak a pályázatnak a megírásába, de hát itt is el kell mondjam, hogy anyagot kell gyűjteni, nagyon sok mindenki segített, tehát nem egyedül az én érdemem az a pályázat, hanem. De jó volt arra is, hogy még jobban megismerhettem a várost, mert ugye ennek a pályázatnak, ahogy témakörönként tárgyalódott benne a város állapota fejlődése, vissza lehetett menni egész a régmúltig, kezdve addig, hogy Bátaszék valamikor mezőváros volt, hogy lévén, hogy közlekedési csomópont, ez milyen fejlődési dolgokat hozott, tehát minden fejezetnek volt egy történeti része, hogy honnan fejlődött, hová és miért indokolt, hogy megkapja a városi rangot. Bátaszék a második otthonom, mondja. Ha valaki ennyi ideig él egy közösségben, óhatatlanul részesévé válik mindennapjainak. Erdély az egyértelmű, hogy az otthonom. Ugye ott születtem, ott jártam iskolába, ott éltem 39 évig. 39 évesek voltunk a férjemmel, mikor áttelepültünk, tehát az otthonom is, ez mindig is az maradt. De a második otthonom az Bátaszék, valahol Szekszárdon lakok. Most kezdtem azóta, mióta nyugdíjba mentem, és ugye többnyire Szekszárdon vagyok, azóta kezdem egy kicsit Szekszárdot is magaménak érezni, de addig számomra Szekszárdra hazajöttem, itt volt egy lakásom, itt volt a családom, de otthon én Bátaszéken voltam. Bátaszéken mai szennapig, ha végigmegyek, szinte nincs olyan utca, ahol valami ne történt volna az alatt a 26 év alatt, amiért kötődöm ahhoz az utcához, mert vagy épült egy út, vagy egy járda, vagy mit tudom, a szomszédok összevesztek, és helyszínelni kellett, és megpróbálni kibékíteni, vagy megoldani azt a problémát, ami a panasz tárgya volt, tehát, vagy új épület épült, ott építkezés során járt ki az ember engedélyezés során, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretem Bátaszéket a mai szennapig, és magaménak érzem, mert hát beújom a szememet, és le tudom az utca hálózatát rajzolni. Nagy meglepetés és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, amikor a polgármester úr megkeresett, hogy arra gondoltak, hogy megkapom a Próbe Bátaszék címet, illetve díjat. Nem számítottam igazából rá, de nagyon-nagyon jól eső érzés volt az, hogy 5 év után is még úgy gondolják, hogy én az, amit azért a városért tettem, vagy amit én ott munkám során elvégeztem, hogy azért megérdemlem ezt a díjat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!